A Magyar Honvédség is részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, elsősorban a munkahelyteremtésben. Ezért az ország 25 helyszínén várják azokat a 18 és 50 év közötti állampolgárokat, akik elvesztették a munkájukat és vállalják a 6 hónapos kiképzést. Ezt a honvédelmi miniszter mondta a napokban egy budapesti sajtótájékoztatón. Benkő Tibor hozzátette, az első képzések július 1-én indulnak, az idén pedig 3000 jelentkezőre számíthatnak, ez a szám azonban tovább bővíthető. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság második katonai igazgatási központ parancsnoka a televíziónknak elmondta, akár hosszabb távon is kínálnak karrier lehetőséget az önkénteseknek. Az önkéntes haderő és teremtésen csatlakozott a kormány gazdaságvédelmi programjához. Legfőképpen a munkahelyteremtést szeretné a haderő támogatni. Így a célja az, hogy itt a koronavírus időszakban munkájukat vesztett állampolgárnak segítsünk azzal, hogyha katonai szolgálatot, katonai kiképzésen való részvételt vállalnak, akkor munkahelyet kapnak a honvédségnél, korrekt munkahelyi körülményeket tapasztalhatnak, és természetesen mi abba bízunk, azt szeretnénk, hogyha sokan nem csak egy néhány hónapig, hanem hosszabb távon gondolkodnának a Magyar Honvédségben, mint munkáltatóban. A programban azok vehetnek részt, akik azon túl, hogy magyar állampolgárok elmúltak 18 évesek, a felvételhez pedig szükség van erkölcsi bizonyítványra, valamint egy egyszerűsített egészségügyi alkalmassági vizsgálatra is. A képzés rugalmas, bármikor vissza lehet térni a civil munkába, de a képzés végén akár profi katonai pályára is lehet lépni. Maga a kiképzés, amit ugye megbeszéltünk, hogy egy 6 hónapos kiképzési ciklus alaphelyzetben, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a lakóhelyhez legközelebbi helyszínen próbálunk mindenkinek helyet biztosítani, ezért a fővárosban minden megyeszékhelyen, de összesen 25 kiképzési helyszínen várja a Magyar Honvédség a pályázókat, a jelentkezőket. Egyébként a szolgálatra jelentkezni a Magyar Honvédség megyeszékhelyeken és fővárosban lévő toborzó irodáiban, vagy pedig a kormányhivatalokban a foglalkoztatási szerveknél lehet jelentkezni. Napi bejárásra megvalósuló képzésről beszélünk, ami első alkalommal 7. hó 1-én kezdődik. Ebben a kiképzési programban 3 ciklust tudunk megkülönböztetni, van egy alapkatonai, egy általános lövész, majd egy szakkiképzés szerepel. A kiképzés során a katonai szolgálatot vállalók havonta bruttó 161.000 forintos illetményre számíthatnak, de ezen kívül a résztvevők élelmezési, egészségügyi és ruházati ellátást is kapnak, valamint a felmerülő utazási költségeket is átvállalja a honvédség. Emellett pedig a hétvégék és az ünnepnapok is szabadok lesznek.